Évi 100-120 esetben kell kiskorúakat kórházba vinni túlzott energiafogyasztás miatt. Az energiaitalok fogyasztása 18 éves kor alatt egészségügyi kockázatot jelent, ezért a fogyasztást kiskorúak számára tiltani tervezi egy erről szóló javaslat. Nagyon helyes. Sőt, 18 évben felülieknek se kellene. Az csak ártalmas az gyerekek egészségére. És mindenféleképpen támogatnám, hogy ne lehessen vásárolni. Hogy ugyanúgy, mint az alkohol és a dohányzás, és 18 éven felülieknek legyen engedélyezve. A szigorításról szóló javaslatot a Fidesz-KDNP frakció szövetsége elé tárták, ahol majd a népjóléti kabinet vizsgálja meg, helyes-e a tiltás. Ezt követően kerülhet a törvényjavaslat a parlament elé, ahol a kormánypártoknál szélesebb támogatást is kaphat. Létezik egy uniós irányelv, ami alapján külön nemzeti szabályozást kell kidolgozni a magas koffein tartalmú italokra. A törvényjavaslat mellett edukációs kampányt is indítanának, hogy a szülőkhöz is eljussanak az erről szóló orvosi jelentések. Őszintén megmondom, meglepődtem, mert igazából nem értem a miértjét, mert ugye elég sokat eladunk mi is itt a boltban, és nem gondolom azt, hogy kevesebbet fognak venni akkor a fiatalok, mint eddig, hogyha átviszik ezt a dohányboltokban. A tervezet szerint a nemzeti dohányboltokban lehet majd csak energiaitalokat venni. Helyeslem ezt a döntést, mert nem való ez a fiataloknak, nem egészséges, nem hasznos, vásárolják igen a gyerekek is. Köszönöm. Hát az iskolából, ahogy jönnek, és akkor az az első, hogy fogják az energiaitalt és viszik. Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára korábban a Karcag Televízió hírstúdiójában arról beszélt, hogy ha szigorítást terveznek, akkor az energiaitalok mellett a többi koffein tartalmú italra, például a kólára is hasonló tiltást kellene bevezetni.